Itt állunk a 2016-os Automotor és Touring Show bejáratánál, és körbevezetünk benneteket, hogy mi minden klassz dolgot találhatok itt meg. Gyertek velünk! Már a bejáratnál is lehet látni néhány izgalmas dolgot. Van egy freestyle rámpa, ahol fognak majd bicajja a motorral ugrabugrálni a srácok és jó eséllyel lányok. És egyébként egy klassz kis gyerekjátszó térszerűséget is alakítottak ki, ahol kis motorokkal és vízi eszközökkel lehet szórakozni. Itt látható a háttérben a Motor Fesztiválnak a pavilonja, ahol majd jól végig fogjuk nézni, hogy milyen újdonságok és nem annyira újdonságok vannak. Itt pedig meg lehet tömni a bendőnket, nem túl Tesco gazdaságos módon. Életérzés van. Első megállónk a Kawasaki stand, ahol a megszokott kínálaton felül a felfrissített 10-es Superbike-ot lehet megnézni. Nagyon mennek most ezek a középkategóriás robogók. Speciális kiadás a klasszikus V800-asból, elég guszta. De csak egy csopert van négy. És igen, itt van a férfi a káma, a vérből teli vér. Finoman felhívnám a figyelmet. Itt nem egy ilyen munkába járós városi motorról van szó, hanem kőkemény versengépről. Nyomulnak a felidomozott verziszekkel, mutatva a túra alkalmatosságot, kényelmet, városi sportosság, kis túrákkal, öregedő vállalkozók. És a jó kis Vulcan 650S, ami nálunk is járt teszten annól, és nagyon szerettük. Itt a Honda stand, ahol mindenféle prominens személyiség is található. És amire most a Honda a legbüszkébb, az Africa Twin új változata, amit a mihez tartás végel beállítottak a régi mellé. Mint láthatjuk, csizmatartóként is kiválóan funkcionál, amikor éppen nem használjuk. És azért itt egy ilyen erős, bő negyed századnyi fejlődést láthatunk egy képen. Ami egyébként izgalmas újdonság, és én is csak közbe vettem észre, mert annyira nem reklámozták, hogy a CBR 650F, ami igazából egy felöltöztetett Hornet-szerűség, abból nagyon klassz és vagány új fényezésűek lettek. Azért ezt szerintem bárki bevállalná. Nagyon jól eltalált a hátsó kerék, a fehér váz és a neonzöldes sárgás fényezés. Őrült vagány. Ahhoz képest, hogy egy középkategóriás sportos motor, nagyon klasszul néz ki. Red Biro motorja, a Vultus. Itt igazából az a matek, hogy hogy lehet olcsó technikával igazán látványos gépet faragni sok pénzért. Középkategóriás, jól kinéző csopperek, nem rossz áron. Cruiserek, hogy pontosítsunk. És fontos, hogy ne menjünk el az új, relatív új VFR 800 mellett, amivel a középkategóriás túrasportot hozták újra reflektorfénybe a Hondánál. Egy nagyon szép letisztult, hogy el tudom képzelni, hogy 40 körüli férfiak szívesen rápattannak. Itt láthatjuk azokat a gépeket, amikkel igazából a Honda ezt a motorkerékpáripari válságot nagyrészt átvészelte. A keveset fogyasztó, viszonylag jó áron megkapható, de minőségi motorokat. Ne feledkezzünk meg, nagy kedvencükről a Forzáról sem, ami nálunk járt teszten, és nagyon szerettük. PCX minden városi motoros álma. Egy crossfire-nél sosem fáj. Gazdaságos mindenes, félig túra enduro.
és hát az igazi mindentudók, az NC750-es, ami bátran állható kezdőtől a rutinos motorosig, aki tudja, hogy mire kell neki egy motor. Szia! És elérkeztünk a Yamahához, ahol néhány igazán klassz, finom, épített motor jellegű gépet kínálnak most újra. Ó, a Tri-City, ami szintén járt nálunk teszten, szerettük, klassz városi kis vagány, kevés fogyasztással biztonságos. És itt van a két hengeres 700-asból épített old school utcai motor. Ez egy igazi motor, letisztult, semmi extra, nincsen sallagmentes. Jár is, tehát esetleg kapnak a fejek katalógust? Hát, és a három hengeres nagyfiú. Nézzük ezt a tankot, őrült jól néz ki. 60. évfordulóra pakolták meg ilyen finom alkatrészekkel a széria motorokat a Yamahánál. Jó pénzért megvehetőek lesznek. Kedvenc XV950-esünk, kafé részszeresítve. Kapott egy alacsony kormányt. Csak itt pöcki mindig. Csak így. Igen. Akkor... Oh. És amit mindenképpen meg akartunk mutatni, az új FTR. Hogy mivel lehet jót. Jó sokat finomítottak a formavilágon. Egy sok pénzért kapható jó motor. És a háttérben láthatjuk a Háli standot, ahol sosem rossz lenni. Helyesek a lányok, vagányok, a motorok, és hangos a zene. Az indiai kisfiú, kezdő motorosok és barátnők hűtársa lesz. Sporik, amik mindig vagányok, már évtizedek óta. És a tavalyi nagy sikerű kereskedők közötti motorépítő verseny folytatásaként itt van a lepel alatt az idei versenyző, amit a magyar Harley importőr építetett. Kíváncsiak leszünk rá, szurkolunk nekik. Csak az érdekes, hogy kedvel a színpadon meg egy Screaming Eagle 110 köbincses szörnyeteg látható. Itt most egy kicsit izgalmasabb standhoz érünk, ezt mindenképpen meg akartam nektek mutatni. A Kenemnél vannak nagyon vagány trájkók, jetskik és ATV-k munkára vagy szórakozásra. Ami meglepő, hogy ezekből elég sok szokott megjelenni a találkozókon, szóval az emberek szeretik, bármennyire is furcsa néhányaknak, veszik, szeretik és használják őket a népek. Túrára, sportra, közepesen túrára és kőkemény sportra. Írtóvagányak, tiszta jövőverdák. Ez egy Maverick DS 1000-es turbós, szóval itt biztos nem lesz gondunk abból, hogy hogy megyünk fel a domboldalon, a birtokon. Azoknak, akik komolyan gondolják, igazi munkagépek, vadászoknak, polgárőröknek, rendőrségeknek, közúti forgalomra rendszámozható. A Suzuki. Láthatóan a legnagyobb standot bérelte ki. Van minden a kis robogótól a szupersport motorokig, úgyhogy nézzük is meg, hogy mi izgalmas dolgokat kínálnak a kék-fehér srácok. Mindjárt kiveri az ember szemét a két kőkemény sportmotor, amiközött szintén több mint negyed század található. Azt hiszem eléggé látható a fejlődés. A 21. század és a 20. század alkonya áll egymás mellett. Azt hiszem a hostess lányok fiatalabbak, mint az idősebb motor. Ki kell szolgálni az idősödő vállalkozókat is. A érdekesség, hogy a Hayabusánál egy ilyen pár éve
elkezdtek ráállni az egyszerű fényezésekre. Hogyha megnézzük, ez sem egy olyan csiricsár és sportmotoros, hanem inkább a sportúrás vonal letisztultságát próbálják meg erőltetni egy kicsit a külsőben is. Az új csoda sportmotorok. A Bandit GSR, ezek igazából már ismert gépek, nagy dolgok itt nem történnek, viszont végre kihozták a Suzuki Van-Van homokfutójából a 200 köbcentiset, amit eddig csak külföldről megvett hengerszettel tudtunk így megcsinálni, most viszont már gyárilag megvásárolható. Így nem csak magány, de már jártányéreje is lesz. Őket nagyon szerettük a teszten. És hát igazából a show egyetlen olyan motorja itt, amit eddig nem nagyon láthatunk, az új SV650-es, ami akár állhatna egy olasz standon is, ezt igazán nagyon eltalálták. Semmit nem látunk abból a kicsit gazdaságos dizájnból és megépítésből, mint a régi SV-knél volt, hanem egy igazi csinos kis naked bike-ot csináltak belőle. Minden része a helyén van. Erre rátennénk egy Ducati jelet, senki meg nem mondaná, hogy nem valami olasz telivér. És ne feledkezzünk meg a elmúlt egy-két évben megújult V-Strom családról sem. A klasszikus csőrt kapott ezresről, és az egyre terepképesebb 650-esről, ami komolyabb offroad túrákhoz is partnerré vált az idők során az öntött kerekű utcai enduróból. Érdekesség, hogy megjelent a Benelli is egy viszonylag nagyobb flottával, és kihozták az új 600 GT-t, ami izgalmasnak is mondható formával, sor 4-es blokkal, valószínűleg nem fog piacot robbantani, de egy nagyon különleges színfoltja lesz a magyar új motor kínálatnak. És hát a Track, ami ugyan már egy eléggé megérett forma, hogy finoman fogalmazzunk, de még mindig üt. Örülünk neki, hogy a KV is megjelent a kiállításon. Van egy-két egész izgalmas motorjuk. Például a Blackster, ami egy mini Harley Fatboyra hajaz, és kihoztak egy Java Babette-szerű mopedet is a kiállításra, ami akár horgászós motorként is feltűnhet majd itt-ott a magyar vidéken. Amit Magyarországon eddig nem nagyon lehetett kapni, egy igazi klasszikus, mély ázsiai háromkerekű teherautó, az RKV Truck Deluxe néven fut, 1000K matricával, egy 200 köbcentis motorral. Nem mehetünk el a Husqvarna stand mellett sem, ahol végre mindenféle kőkemény motort kihoztak. Itt nem a családapák boltba járós motorjait láthatjuk, vagy a hétvégi túrákra alkalmasat, hanem kőkemény Dakar motorokat, versenyszupermotorokat és hard endurókat. Ezek itt a nagyfiúk játékai. És egy elég nagy standdal képviselteti magát az olasz blokk is. De Piaggiók, Vespák, Motoguzzik, Apriliák, gyakorlatilag 50 köbcentis minirobogóktól a kerékpárokon át, a hatalmas kúzerekig mindent meg lehet kapni. Ha valaki akar 2 millióért vehet egy csodálatos olasz életérzést a világba ordibáló gyönyörű kétkerekűt. A V7-re nagyon rá vannak feküdve, Café Racer és egy kicsit ilyen scrambleresített, a Ducati Scramblerre hajozó magas kormányos alacsony üléses kis vagány motort is csináltak belőle. Ez még akár izgalmas is lehet azért az árért. Ez valahol a sima utcai és a Scrambler között van félúton. Nem hiszem, hogy ebből fogjuk a legtöbbet látni a budapesti utcákon. A Superbike. Ezzel az Aprilia nem viccel. Hogyha valakinek idegrángása lesz a BMW-től, vagy nem tud sorsközösséget vállalni a magyar BMW tulajokkal, akkor van lehetősége nagy köbcentis túra endurót vásárolni.
fűzött kerékkel, kéthengeres blokkkal, sok lóerővel. Egy jó kis kaponoldalni. Klassz naked bike-ok és robogók minden mennyiségben. A Motoguzzi egy kicsit megvariálta a nagy cruiserét, lehet kapni Eldorado néven is. Fehér perjedes felnivel, fehér peremes gumikkal, gyönyörű szép kidolgozottsággal. A kiállításon mindenféle klassz kiegészítőket lehet vásárolni, például motorgumikat a Revolution motornál is. Ők nem csak mutogatni jöttek ki, hanem el szeretnék adni. Kihoztak néhány klassz BMW-t is. Mindjárt itt az R90, ami szemmel látható a nagy népszerűségnek örvend, amit meg is értünk. Egy igen visszafogott fényezésű RT. GS Adventure. Hogyha valaki annyira nem érzi a terepezést, de néha lecserélné az öltönyt valami vagány BMW motoros ruhára, annak van nem Adventure is. Öltönnyel munkába járni itt a C650 GT, ami az egyik legkomolyabb nagy robogó a piacon, amit csak lehet kapni jelen pillanatban. És hát sokak szerint a világ egyik legjobb motorja az S1000XR. És utoljára, de nem utolsó sorban, a Ducati, ahol kihoztak egy nagyon beteg diavelt. Persze nagyon beteg monstereket is lehet látni, de ez a motor igazán megér egy rápillantást. Itt kérem, nincsenek szavak, pénztárcát kell nyitni, és nézegetni a motort sokat. Szintén egy komoly túra enduro alternatíva. Sajnos nem hozták ki a terepképesebb verziót, úgyhogy egyelőre csak ezt az aszfaltos túragépet tudjuk megcsinálni. Nagyon kíváncsiak lennénk a terep multisztrádára, úgyhogy hozzátok ki. Egy elég nagy és klassz standal megjelent sok a kedvence az Euromotor is, ahol a ruházatot, motoralkatrészeket, kiegészítőket lehet kapni nagy választékban, segítőkész eladókkal. Jó srácok, nézzetek be! Hogyha megnézitek egyébként, mert most tapossák egymást az emberek hátul, bent. Aminek meg az igazi kemény sportmotorosok örülhetnek, és egyébként a túrázósok is, az Alpin Stars saját bolttal képviselteti magát mostantól Magyarországon, Budapesten, és ide is kijöttek megmutatni a kínálatot. Itt is a versenyruházattól a teljesen átlagos túra és városi cuccokig mindent meg lehet kapni, amit csak szeretnénk, és kíván a szem. És az autó, motor és tuning show elmaradhatatlan rész, az épített autók és motorok pavilonja. Itt fogunk látni pár igazi szépséget, a színpadon már zajlik a program, nézzünk körbe. Élek majd haza, illetve egyéb tárgyalmények is gazdára találnak. A versenyeken három kör kell teljesíteni a Hungaroringen. Mit látunk ott? Mit látunk ott? Körülmények között ezzel az 1x1-es Forma 1-es Ferrari-val az időeredmények feljegyzésre kerülnek. És egyébként a sok benti klassz autó és motoron kívül számos egyéb szabadtéri program is lesz, amit már a beharangozókban is láthatatok. Most pedig megyünk és eszünk egy jót.